Amikor a Felvidékiek Egyesülete megalakult, úgy döntött a vezetőség, hogy minden pünköst hétfőn megemlékezést tartanak. Voltak olyan nótakedvelő tagok, akik szívesen vállalkoztak arra, ezeken az ünnepeken kórust alkotva emelik az alkalom fényét. Belülük alakult meg 20 esztendővel ezelőtt a Felvidékiek kórusa. Kezdetben csak saját örömünkre énekelgettünk, illetve a találkozóra, aztán később művészeti vezetőket hívtunk, először dr. Bábel Ernőné volt, azután pedig Stejp Györgyné, aki vezette a kórust több éven keresztül, Erzsi néni majdnem 20 éven keresztül vezetett bennünket, és most egy új vezetőnk van, Flaskárni Sármány Mária. Kezdetben csak népdalokat énekeltünk, aztán mikor Erzsi néni átvette a kórus vezetését, ő nagyon szerette a kórusműveket, és minket is rávett, hogy énekeljünk, és ezzel a műsorunkat színesítettük, illetve hát megbirkoztunk a feladattal, mert azért elég nehéz volt, főleg a férfiaknak. Elsősorban az idősek voltak azok, akik miatt tulajdonképpen létrejött ez az egyesület. Akik most már az egyesület kórusában énekelünk, mind leszármazottak vagyunk. Mi még tartjuk, gyerekeink közül már kevésbé, de bízunk benne, hogy ha esetleg idősebbek lesznek, akkor ők is fogják ezt a vonalat valamilyen szinten továbbvinni. Lazetta Gyuláné a kórus tagja azok közé tartozik, akik otthonról hozták a dalos hagyományokat, így ő hamar tagja lett a Felvidékiek kórusának. Szüleimet Deákiról telepítették ki 47-be, és a mi családunkban mindig jelen volt az ének. A harmonikázás, az éneklés, mi gyerekek nagyon szerettünk oda az idősekhez oda kucorodni, és nagyon sok dalt megtanultunk tőlük, tehát mi igazából kötődünk. Nagyon, még most is járunk vissza, mert vannak ismerősök, barátok, akihez Deákira visszajárunk. Testvérem is itt van, nővérem, apukám énekelt, ő neki nagyon szép hangja volt, nagypapámnak is, úgyhogy ez belülről jön, a családból. Szabó Lászlóné az alapítók egyike, aki a mai napig minden héten Szekszárdról jár át Bonyhádra, hogy részese lehessen a közös éneklés élményének. Két dolog is van. Egy az, hogy felvidéki vagyok, és itt van egy felvidéki egyesület, annak van egy kórusa, amiben hát járok. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nagyon szeretek énekelni. Lehet, hogy nem tudok olyan jól, de szeretni azt nagyon szeretek. Úgy érzem, hogy most már egyre kevesebben vagyunk, tehát akik ott születtek, vagy azok már zömmel meghaltak, és a fiatalok pedig a házasságok és egyéb elköltözések során egyre kevesebben vagyunk. Ezért ezt én úgy gondolom, hogy fontos dolog. Felelősség, igen, mert hát a felvidék ki kultúra, meg a népdalkincs, meg a szokások, ezek a felvidékieké, nem pedig az ittenieké. Hiába magyarok vagyunk ott fönt is, és itt lent délebre is. Egy kicsit azért eltérnek a szokások, mások a népdalok, és az, hogy fennmaradjon ez a felvidéki népdalkincs, vagy kultúra, hát ehhez, igen, ez felelősség valahol. A kódus folyamatosan tartja a kapcsolatot azokkal a felvidéki együttesekkel, akik azokon a településeken működnek, ahonnan Magyarországra telepítették őket. Így elmondhatom Udvardot, Tardoskeddet, Deákit, Fél, Alsószeli és Kismácsét településeket. A legszorosabb a viszony a tardoskeddiekkel, ami abból is fakad, hogy Bonyhád és a felvidéki település között partneri viszony van. A két kórus között legelőször 2006-ban voltunk itt a kórus meghívására, de a két település között korábban kezdődött a kapcsolat. Amikor is a két település között, Bonyhád és Tardosked község között létrejött ilyen nemzetközi testvértelepülési kapcsolat. Mi még abban az évben, azt hiszem 1998-ban volt, itt voltunk a csoportunk augusztusban az Új Kenyér Alkotmány és Szent István ünnepén. Aztán a többi látogatásunk ez ma mind a Felvidékiek Egyesületének kórusával történt az ő meghívásukra, és hogy miért ez a kapcsolat.
Hát mi egy olyan település vagyunk, ahonnan nagyon sokat kitelepítettek Magyarországra. Az én nagyszüleim például itt feküsznek a Bonyhádi temetőbe, és nagyon sokan vagyunk így, és a kapcsolat maga így kezdődött. És hogy miért fontos, hát általában az emberi kapcsolatok nagyon fontosak, és ha van egy közös vonal, és nálunk mi kettőnk között pontosan ez az a közös vonal, hogy ők a Felvidékiek Egyesületének kórusa, mi pedig Felvidékről vagyunk. És kellene őrizni, hogy a következő generáció is tudja, hogy honnan jött, hogyan vagyunk, miért vagyunk.